véletlenül, szerencsés véletlenül, az fontos itt a szerencse, én engem nem vettek fel az egyetemre politikai okokból, és én építésznek készültem. A gyerekkoromtól kezdve rajzoltam, tehát a rajzolás az egy meghatározó alapja volt annak, hogy milyen pálya orientációim vannak. És a hasznosság elve volt az, amiért én az építészetet választottam, illetőleg a családban apai és anyai részről volt egy-egy képzőművész, és az ő pályájuk nem győzött meg engem arról, hogy szabadúszó képzőművészként érdemes. És így választottam volna az építészetet, nem vettek föl, segédmunkás voltam egy gyárban, és ott dolgozott egy művezető, még él, 94 évesen még él, aki amatőr bábfilmes volt, és kapcsolatban volt a Pannonia filmstúdióval, és őt kérték, hogy most lenne felvétel, nem akar-e átjönni a Pannoniába, szóval nem, de itt van egy srác, aki rajzol, és jó rajzol, hadd próbálja meg. És így ez volt az egésznek az alapja, tehát jó emberek, és egy csodálatos véletlen. Ez vitt oda. Annyira újdonság volt nekem a téma, felvétel után, vagy a behívás, amikor behívtak engem felvétel rajzokat csinálni, előtte elmentem a kis mozikba Budapesten, ahol rövidfilmeket játszanak, hogy tudjak valamit a rajzfilmről. De mondjuk a maga a rajzfilmes világ nem volt idegen, mert létezett egy Vaillant című francia gyerekújság, ami a L'Humanité című kommunista napilap vagy heti lapnak volt a heti melléklete, és ezeket én rendszeresen vásároltam, mert én egyrészt tanultam franciául, másrészt ebben voltak ilyen rajzfilmhez közel álló stílusú rajzocskák, de engem nem azok vonzottak, de mindegy, de ez adott segítséget. És a magyar rajzfilmről mindössze annyit tudtam, hogy valamikor talán a 50-es évek legvégén, vagy 60-as évek legelején készült egy interjú az Élet és Tudományban erről a témáról, és az apámnak járt az Élet és Tudomány, és ebben olvastam arról, hogy okoslány, meg a rajzok, fázisrajzok is voltak a két borsökröcskéből, de ez engem nem indított meg különösebben, szóval nem volt cél. 1960. szeptember 19-én léptem be a Pannoniába, ez életemben mondjuk egy nagyon fontos időpont, ezért emlékezetesebb, mint a születésnapom. Tényleg, ez egy újjászületésnap volt, és a Szabó Szabolcs stábjában kezdtem. Egy amerikai megrendelés volt, tulajdonképpen ez okozta a fellendülés első szakaszát, egy bizonyos Franklin nevezetű, a kereszt nevére most már nem emlékszem, fiatal ember, aki egy magyar nőbe beleszeretett, a papa tele volt pénzzel, és valami ürügyet akart találni, hogy ide járhasson, és egy rajzfilm sorozatot rendelt tőlünk. A Arthurról szólt egy ilyen kis angolszász papocska, aki ha baj van a földön, akkor leszáll a mennyből. Ebbe kezdtem, mint fázisrajzoló gyakornok, és még az ő stábjában azt hiszem, hogy 2-3 epizódban dolgoztam talán, de már az ő stábjában az elején kaptam önálló feladatot, ami inkább olyan természetű volt, hogy olyan nehéz, hogy ne csináljam a fiatalember. A munka maga abból állt, hogy egy fűnyírógép beszabadul, egy elszabadul, és bekerül egy üvegházba. Amit az ott pusztít, azt nekem kellett megcsinálni, úgyhogy ez nem volt egy öröm a többieknek. De egy kedves táb volt, és nem volt semmi probléma, mindenki nagyon érettkorú volt, és amikor még a Szabolcs stábjában dolgoztam, akkor már kulcsrajzoló voltam, mert hoztak be fiatal lányokat, egy kicsit, hogy úgy mondjam, vidámabb lett az élet, és rájöttek, volt jó indulata a vezetésben, rájöttek, hogy engem ki kell próbálni másutt is. Tehát, hogy ne csak ott maradjak, ezért a Szabolcs meg is sértődött. Először először a Nepjóskának a Szenvedély című filmjében voltam kulcsrajzoló. Már az is egy eredmény, ugye egy fokkal előbbre kerültem. Utána a Macskási Gyulánál, először a Peti sorozatban is voltak neki ilyen kvázi egyedi, igazi egyedi filmje is, volt egy UNESCO megrendelés. Hát 22 éves vagyok,
Tehát borzasztó korán kaptam lehetőséget, és 64-ben jött a Gusztáv sorozat, amiben a Nepjóska már bevont engem. Egyrészt tervezőként, tehát animátorként, másrészt ugye önálló forgatókönyveket írhattam és rajzolhattam. Az első 68 epizódból mondjuk olyan 17 körül volt, azt hiszem, a én filmjeimnek a száma. De az igazi fordulópont nem az egyedi film, nem ez volt, mert nem igazán feküdt a Gusztáv. Szóval én elhumorizálok, én nekem szerintem még jó fejlett humorérzékem is van, de valahogy ez volt az egyik csapda ebben a műfajban, hogy mindent abba az irányba, vagy gyerekes legyen, aranyos, vagy humoros legyen. És a világnak nincsen más iránya. Hát én a megrendülés, nekem a filmélményeim, a nagy filmélményeim, most abban a helyszínűen nem mondom, hanem a nagy filmélményeimben az rettetesen fontos, hogy úgy jöjjek ki a moziból, hogy órákig nem tudok kiszabadulni a emlékéből, és ez nem a vicces filmek esetében hat. Tehát ez volt egy ilyen ambíció, és ebben még mindig nem ez érvényesül, de megjelent itt egy Indiából egy úr, egy parsi úr, Mr. Kovasji, aki észrevette, hogy milyen tehetségek vannak itt, és a Kovásznaival akar csináltatni egy Air India reklámfilmet azért, mert ugye Magyarországon az Air India akkor indított itt egy irodát. És a Kovásznai nem vállalta. És a szorgalmamnak köszönhetően benn ültem este 6-kor, amikor kivágódik az ajtó, és Matolcsi mész, te még itt vagy. No, dolgom van. Azt mondja, tudnál te kovásznai stílusban filmet csinálni? Mondom, hát a muszáj, persze, mindent tudunk. Hazudtam, és akkor megkaptam a feladatot. Én úgy lettem bemutatva a Kovasznak, hogy én vagyok az az ember, akit ő akar. És ez egy nagyon érzékeny, intelligens ember volt, és mondott 3 tippet nekem, hogy ő hogy képzeli. Tulajdonképpen a folyamatos átváltozás volt az elképzelésében. És én ezt tekintem fordulópontnak a saját életem, onnantól tudom, hogy én nekem más utam van. Tehát nekem azt az utat kell járnom, ahol részint az esztétikum, részint az érzelem, gazdagság, és hogyha olyan, mert ugye egy reklámfilm nem arról szól, hogy meghatónak, meg drámainak kell lenni, akkor azt is. És ez elég régi vágykép volt, hogy ha egész estés rajzfilm legyen, az mondjuk legyen a Jánosi Tisz többek között azért, mert erre volt már törekvés a háború előtt egy Jasik Álmos nevezetű grafikus művész, aki nem örvendett nagy elismerésnek és szeretetnek a kommunista években, de nem politikai, hanem azért, mert idegen volt a világa. Szecessziós, és hát mondjuk úgy, hogy ilyen, ezt ma úgy mondanák, hogy magyar érzelmű, nemzeti stílust képviselt. A téma meg az. És az apropót az adta, hogy 1973-ban volt Petőfi Sándor, a költő, aki írta a Jánosi Tészt, annak a születésének a 150. évfordulója. Ezt a filmet addigra kell megcsinálni. Nem adtak rá nagyon sok időt, mert a gyártás 22 hónap volt. Ez az első film esetében azért ez egy... Erre jó és szorgalmas ember, szóval ez egy előny volt, de nem így kezdődött, hanem úgy kezdődött, hogy ezt egy ilyen házon belüli pályázatot írt ki a főnök. Én akkor már benne ültem az úgynevezett művészeti tanácsba, tehát azok abban a szűkebb körbe, akiknek a véleményét ő meghallgatta. És amikor ez először terítékre került, még nem a végleges pályázat, csak hogy kik hogyan pályázzanak ebben a történetben. Kiderült, hogy Szabó Sipos Tamás, Szoboszlai Péter és én nagyjából egyféleképpen képzeljük. És megállapodtunk abban, hogy akkor mi egy pályázat vagyunk, én csináltam hozzá grafikákat, megbeszéltük azt a
másfél oldalt, a szinopszist, vagy többet, azt megírta a Szabó Sipos Tamás, és megnyertük. És akkor ők ketten rögtön hátraléptek maguktól, és azt mondták, hogy én lámpája, csináljam én. Ez egy nagy gesztus, mert ugye, ha valaki ambiciózus, akkor feltételező másokban is van ugyanekkora ambíció, de úgy látszik, hogy erre nem annyira volt. De a maga a gyártási folyamatban egészen addig, ameddig meg nem történt az elfogadás, végig együtt dolgoztunk, tehát tudom, hetente háromszor beszélgettünk arról, hogy ezt a részt hogyan, és akkor azt én megírtam, akkor véleményezték. Szóval ez volt a fölkészítő munka szakasza. És aztán volt egy ilyen nevezetes nagy pillanat, az elfogadás, amikor eljött a filmfőigazgatóság, és ott nekem úgy kellett, ahogy ezt látták fotón, hogy a Walt Disneynél hogy van, hogy Disney a stábjának mutatja, de nekem nem a stábomnak kellett mutatni, hanem a különböző főnököknek kellett mutatni. Átment. A képesforgatókönyv megvan nekem, az, arra én nagyon, úgy mondjam, nagyon büszke vagyok, mert és nagy segítség volt hozzá a Sárga tenger alatt járó. Ez tagadhatatlan, észre is vették a film elkészülte után, de én ideologizáltam, és azt mondtam, hogy ennek a filmnek az én számra az volt a jelentősége, hát most túl azon, hogy a Beatles zenét az ember szereti, hogyha 27 éves, mondjuk ez teljesen érthető, hát korosztályon beliek a fiúk, már aki még él belőlük, hogy fölrobbantották azt a világot, amiben addig az animáció létezett. Tehát ez a, volt két rétege, volt egy hollywoodi világ, ez a Disney-féle, és volt egy UPA világ, ez a New Yorki fele, amelyik az európaihoz állt közel, és ez kellett nekem egy harmadik, mert én egyikbe se éreztem magamat igazán jól. És erre ez egy jó kiindulási pont volt, és bizonyos dolgokat átvettem. A szakmailag ez a szecessziós popárt azért feküdt nagyon, mert lehetett tudni, hogy ezt nem tudja, 150 ember dolgozott benne, ez nem lesz egységes stílusban, nem tudnak lerajzolni ennyien ugyanúgy valakit. Ez ma sem megy Pannoniában, sőt nem csak a Pannoniában, ez így volt a Ludas Matyiban is. A Ludas Matyi minden jelenetben másképp nézett ki, hiába terveztem meg a figurát. Tehát egy olyan vonalrendszert kell találni, ami elbírja, hogy sokféle. Senkinek nem jutott eszébe azon problémázni, hogy kicsi a feje. Ebben túl kicsi volt a feje, vagy itt meg túl nagy volt a feje. A nagy volt a csizma, azt mindenki szóvá tette, de az jött át ugye az eredeti mintából, de annak itt volt oka, mert én azt mondtam, hogy béka perspektívába kell mutatnom a hősömet. Tehát nagy láb, kis fej, felhőben a fej, lábakon így állunk a földön, mert mi olyanok vagyunk. És igen, hát szóval ez lett a menetrend, és a másik nagyon fontos újdonság az volt, ez is amerikai minta, hogy a szemlátomást a Disney előre vette fel a zenét, és a zenére ment az animáció. Ezt tudott baromi idegesítő lenni olyankor, amikor tintán, minden mozdulat, mondom, könyörgöm, egyszer valami hagyjon ki. No, de ez itt másképp zajlott, mert nem végig volt zene, hanem ugye a szöveg meghatározta, hogy gátlástalanul úgy fogtam föl a Petőfi szöveget, hogy ebben vannak párbeszédek, és csak azokat használom, és hogy kijöjjön a sor ritmikailag, akkor van egy zenei, vagy egy zörei kerül be, ami kiegészíti a hiányzó. Mondjuk azt, ami... És mondta, ahelyett akkor jött a zenei motívum. És fölvettük először a dialógot így, és akkor a dialóg birtokában én csináltam egy grafikon papíron egy olyan slejfnit, ami elég hosszú lett, mert ahol fél másodperc volt egy kocka, tehát egy milliméteres kocka, és ezt én így beszíneztem a zeneszerzőnek, hogy milyen hangulatokat, milyen időtartamokba képzeljen el, tehát előre meg volt hangba vágva, még mielőtt ő írta volna a zenét. Aztán a dolog változott, mert ezt a fél másodpercet ő nem tudta tartani valamiért, ő vezényelt, és 14 kockás lett a ritmus, ami sajnos megnehezítette az animátorok dolgát, és
zokszó nélkül végigszenvedték, hogy nem lehet felezni a 14 kockás ritmusban, úgyhogy ez állati problémákat okozott. De mindegy, és ő vele ugyanazt végigcsinálta, mint a két írótársammal, hogy járt hozzám a Gyulai Gál János, aki a papám lehetett volna korban, és mondtam neki, lejátszottam neki mindent, és ez 90%-ban stimmelt. Tehát voltak helyzetek, amikor nekem tudnom kellett volna, de nem tudtam, ő meg nem akart ellenmondani, hogy ide több kellene a zenének. Így lett 76 perc, de ezért nem haragudtak a főnökség, mert ők azt akarták, hogy mindenképpen lehetőleg ne legyen 80 perces sem. Na, szóval ez a fölkészítő időszak, ez kevés emberrel, de egy nagyon intenzív időszak volt, és aztán készült erről egy fotó, ami a régi Pannonia lépcsőjén áll, ott állok én, mint egy rettetesen beképzelt alak, az elsősorban így, és mögöttem, körülöttem pedig azok, akik bevállalták, hogy hajlandók velem együtt fényképezni, nincs mindenki rajta a képen. Íme a film alkotói, a 150 munkatárs. És ez valami ritka nagy pillanat. Ez az egész stúdió életében tényleg egy meghatározó pillanat volt, és persze volt druk, de váratlanul hatalmas volt a magyarországi siker, ugye abban az időben másfél milliós nézettséget egyetlen játékfilm nem produkált, és a külföldi eladás, jó lehet, ugye ez egy furcsán kifacsart történet, az is erről szólt, mert 120 vagy 126 ezer dollárt kaptunk, a Hanna és Barbera vásárolta meg, és elterjedt annak a híre, hogy azért vették csak meg, hogy kiiktassanak egy versenytársat, de ha ez is volt a végcél, kétségtelen befektettek, mert először is megvették annak a jogát is, hogy a zenében változtatást eszközölhessenek, és volt nekik egy ilyen fiatal beat csapatuk, nem voltak igazán jók, és az ő zenéjük is benne van, illetve magát a Gyulai Gál zenét is részint átírták, tettek bele két-három ilyen módosításokat, ami technikai módosítás volt a képanyagon, és állítólag azért nem kerül kevésbe egy ilyen, de hát a kétségtelen, hogy áldoztak itt, aztán valamiért mégsem forgalmazták, de akkor ez egy óriási dolognak számított, mert Magyarországon azt hiszem Szabó Pistának sikerült 36 ezer dollárért adni addig filmet. Úgyhogy én ott álltam 73-ban a bemutatón, mint egy 32 éves ember, és egy állati dolog, szóval egy fordulópont volt minden szempontból. Most az következett, hogy ennél nem lehet lejjebb menni, ez egy nagy feladat, mert nem lehet lejjebb menni. Magyarán nem szabad ugyanolyat csinálni, mert akkor biztos, hogy lejjebb megyek. Hát. Nem is, hát ezekben a filmekben pedig a megtestesül a küzdelem, és a Sisyphus esetében az én küzdelmem, ami a János Vitéz volt. Tehát ez úgy történt, hogy amikor elkészült a János Vitéz, akkor a film végén, nem a film végén, a film májusban volt bemutatva, ősztáján azt mondta, behívott a Matolcsi és Komolós Klári, és azt mondták, hogy van egy kis maradvány pénz, egy másfél perces filmre, nem találnál ki valamit? És akkor én ezt kitaláltam, hogy az én küzdelmemet, az hegyre tolom a követ, és az fölérkezett. Szóval ez a különbség, hogy mondjuk az eredeti történethez képest, hát lesöpörtem a mítoszt az asztalról, és ezt vállaltam. Az pedig egy izé volt, hogy ha nagyon kevés a pénz, akkor ezt ha lehetőleg egyedül kéne csinálnom, és akkor egy olyat, ami... És ez a tus dolog, hogy bevittem, tehát én nem forgatókönyvet írtam, bevittem 5 ilyen rajzot, és ami egyetlen sajátos, a Sisyphus felirat, az már akkor megvolt. Az utána nem tudtam még egyszer úgy leírni, hogy szerettem volna. Az tényleg olyan volt, mint egy, ahogy a japán kaligráfia, az úgy sikerült. Ez egy csodálatos véletlen.
Tehát ezek nem voltak tudatosak, azt mondják művészek, meg írók is, hogy valójában ez úgy működik, hogy az első leírt szóból következik az egész könyv, és néha az első megtartott szó. És ez így van az első megtartott rajznál is, hogy onnantól kezdve az valami olyan erős húzó erőt jelent, hogy nem tudsz tőle elszakadni. És akkor ideológit kell, utólag lehet hozzá kitalálni. Én erről nem nagyon beszéltem a elfogadásnál, hogy ez az én küzdelmem, de igyekeztem személyesíteni, végül is én Szalai Edittel együtt csináltam, ami életem legcsodálatosabb együttműködése, hogy van valaki, aki mindenben tökéletes volt az Edit, és borzasztóan sajnálom, hát már ő is 75 éves, vagy hát igen, nagyjából szerintem, de biztos annyi, hogy ő kilépett menet közben, és nem akart tovább dolgozni, mert ő mindenben tökéletes volt. És itt főleg az, hogy valaki egy ilyen típusú munkában úgy tud betársulni, nem látod a különbséget. És a furcsa, hogy végül is úgy látom a különbséget, mert kellett osztogatnom a saját rajzaimat, hogy ahogy beszámoztuk a papírokat, a számok különbsége alapján lehetett tudni, az én rajzom vagy az ő rajza. Jó, meg a tyúklétra is segített, mert az én rajzaimon volt, mondjuk. És tehát ez volt ebben az esetben, és valószínűleg nem igazán léptem túl ezzel a Sisyphusszal a problémámon. Ezért jött aztán a küzdők, ami viszont belelógott abba az időszakba, amikor már harcoltam a fehér lófiáért, meg kell érte küzdenem, és ott pedig az volt a kiindulási pont, hogy egyik rendező kollégánk, Imre Pista, aki bábfilm rendezőből átment stúdióvezetőbe, megelégelte gondolom a kínszenvedést az egyik oldalon, inkább átment a másikra, és kiírt egy pályázatot. És ülünk a mi kedves közös szobánkban, a 103-asban, a Dodival, meg a Dargaival, esetleg ott van a Bélai Pista, és erről a pályázatról volt szó, és így belőlem kibukott, hogy hát kellene egy olyan, vagy a művészet, és hát kevés pénz van rá, meg rövid legyen. Hát kellene egy olyan filmet csinálni, hogy a szobrász faragja a szobrot, és a szobor visszafaragja. Ennyi, így bevillant ez, és utána beadtam pályázatnak, még a Dodi Lepjóska még mondogatta is, hogy hát én nem így rajzolom, megmutatta, hogy jó, hogy rajzoltam volna. Hogy lehet ennyi munkát beletenni? Mondom, mert ettől lehet érdekes. És ott volt még egy másik, az is egy ilyen formai szempont volt. Ez összekapcsolódik nálam azért mindig, a tartalmi és formai szempont, meg a drámai ív, az is nagyon fontos. Az, hogy a zsírceruzza az egy meghatározó eszköz volt, utálatos segédeszköz volt, mert nyáron olvadt, meg belement a vatt, amivel pucoltuk, és akkor már nem fogott rendesen. De mondom, ezzel biztos lehet ennél többet is csinálni, és akkor próbáljuk ki, és ez erre ment ki az egész küzdők, hogy én fogom úgy megrajzolni, ott többen segítettek, de ott is majdnem végigcsináltam a munkát egyedül, hogy milyen puhasággal, keménységgel lehet operálni egy ilyen esetben, de csak zsírceruzzával, és hogy mutassuk meg egy eszközről, hogy ez ilyet is tud, és nem csak azt, amire a lányok használták egykor, és utána pedig a olcsó rajzfilmeknek a kihúzó technikája volt. Az álom itt a minta, tehát amitől ez pszichedelikussá lett ugye a sajtóban, az annak köszönhető, hogy a általam ismeretlen pszichedelikus élmény és az álom megélése az nagyon közel van egymáshoz. Tehát amikor az ember nem a valóságot látja, hanem ugye szokták ilyenek mondani vagy írni, hogy több élénkebb színeket lát, meg hogy elúsznak, deformálódnak a formák, stb. Na most ennek megvannak a úgymond
kultúrhistóriai gyökerei, így vannak kultúrák, ahol fölismerhető, hogy az ábrázolás mögött valamilyen drogfogyasztás áll. Tehát egyszerűen az, aki csinálta ezt az ábrát, az drogfogyasztás alatt állt. Na most nem lehet egy egész filmet így. De az álom itt meghatározó, és a zenének az álomszerűsége, meg a színész beszédének az álomszerűsége is fontos. És miért volt ez a számomra ez fontos? Azért volt fontos, mert a meséket az én értelmezésem és tudomásom is érvényesnek tekintett gyökerek alapján azt állítom, hogy este kell mesélni. Tehát mikor a gyerek lefekszik, megy az éjszakai sötétségbe, felnőtt fejjel is tudom, minden rossz éjszaka újra élődik. Akkor is, ha nem tudok aludni, akkor csak a rossz gondolatok jönnek, és ezt a dolgot álmok próbálják feloldani. Tehát a gyerek általában nem fekszik ébren, vagy alszik, de az álmok átsegítik az éjszakai nehézségeken, és ezt kell egy pozitív történetben, aminek happy end a vége. Mi a happy end? Fölébredtem is süt a nap. Na most ezt a világot úgy kell ábrázolni, hogy ahogy a mesemondó mondja. Tehát ahogy képzeljük, hogy a mama, a nagymama, vagy édesapa, nagypapa mesél, az nem mondhatja olyan, úgy, ahogy egy színész szokta csak úgy mondani a dolgait, hanem búgó hangon. És akkor a zenének is ehhez kell igazodni, ez a búgás, ez nagyon fontos. És van erről egy fontos élményem, már jóval a film elkészülte után, mondjuk a 90-es évek közepe táján készült egy interjú a Magyar Nemzet számára, és egy fotós jött vele, a interjú készítője, Vitézi Zsófia csinált az interjút, és a fotós megkérdezte tőlem, hogy el tudom neki mondani, hogy mivel értem én azt el, hogy a gyerekének annyira tetszik a film, hogy mindig ki kell tépni a kezéből, hogy fogalmam nincs, ezt a gyereket kell megkérdezni, és azt mondja, nekem azt mondja, hogy ő ilyeneket álmodik. Na, ha van igazán igazolása egy művészi szándéknak, akkor az ez. Ugyanis mindnyájan ugye felnőtt filmeket akarunk csinálni, és aztán kiderül, öregkorunkra kiderül, hogy mégiscsak az igazi közönség, az a nyitott apróság, akit még senki nem rontott el, és tudunk neki valami olyat mutatni, amit ő genetikailag örökölt, mint vágyat, de még nem mutatták meg neki. Most ezért szerintem az ideális közönség valóban. És hogy én ezt elérhettem, már volt egy ilyen nagy élményem korábban, hogy a Sisyphus egy nemzetközi gyerekzsűritől Teheránban, a 70-es évek, 75-ben azt hiszem, kapott nagy díjat, egy olyan nemzetközi gyerekzsűritől, a diplomata testületeknek a családaiból válogattak, hogy legyen mindenféle. És azok a gyerekek a Sisyphust úgy tekintették, mint a nekik való filmet. Ugye ez egy pofon az összes létező film elméleti szakembernek, kritikusnak, hogy mi a közös. És hát én persze csak abból tudok kiindulni, hogy én milyen vagyok. És én gyerekkoromban és rendhagyó gyerek voltam. Hát egy ilyen pályára nem tud úgy menni valaki, hogyha nem rendhagyó. Hát ez egy csak nem terült ki. Hát öregem már bevallhatom, vagy mondhatom, állíthatom, hogy igen, én rendhagyó gyerek voltam. Sokszor meg is vertek azért az osztályba, hogy kilógtam a sorból valamilyen irányba. De a gyerek közönségnek egy meghatározó szegmense, nem tudom, hány százalék, az szereti az ilyen filmeket, ez kétségtelen. Fogadtatás, ugye én el voltam kényeztetve a másfél milliós Jánosi Tisz látogatottsággal, ehhez képest a 420 ezer néző az nem volt elég, és ebbe belejátszott, ez egy forgalmazási, nem tudom, hogy hiba volt vagy szándékos, ezt nehéz eldönteni ilyen esetben, mert ugye a filmnek a föliratában szerepel az, hogy ezt a hún avar és a többi pusztai nép emlékének ajánlom, és ugye ez nem volt szimpatikus akkoriban, hogy az ember a magyar ősmúltat ennyire meglovagolja,
Lehet, hogy ez is volt az oka. A lényeg, hogy akkor mi kaptuk a moziforgalmazás adatait, és lehetett látni, hogy Kelet-Magyarországon, a Hunniában, ott nagy szeretetnek örvendett, 48 ezer nézőt tudott hozni egyedül Debrecen, vagy pontosabban Hajdú-Bihar megye, miközben Győr-Sopron 2300-at. És ez azon múlik, hogy hogyan forgalmaznak. A filmet bemutatta kérésre egy monori moziüzemvezető, egy hétig vetítette, és csak monoron volt annyi nézője, hogy a több volt, mint Győr-Sopron megyében. Tehát ha jól szerveznek valamit, akkor lehet sikert hozni. Na ez egyrészt nagyon rosszul esett, másrészt ugye rászervezték a Dargainak a VUK-ját, ami rendben van, mert a VUK megérdemelte a sikert, de ugye engem bemutattak október 22-én, őt Mikulás előestéjén mutatták be, december 5-én, másnap nem volt sehol a moziban a Fehér Lófia, mert két rajzfilm egyszerűen nem mehet. Pont. Na most ezektől az ember nem érezte jól magát, de amit viszont a nemzetközi sikerre mondasz, azért el kellett hozzátenni 40 évnek. Szóval erre a feleségem mindig azt mondja, hogy ez azért van, mert az időben túl korán csináltad. Hát ilyen is talán létezik. Viszont javára kell írni az akkori stúdió vezetésnek óvatatlanul, minden küzdelmünk, vitánk ellenére, hogy ezt a fajta szabadságot a sokféleség szellemében engedte, hogy nem szabványra akarta kényszeríteni az embereket. Hát persze nekem ilyen nehézségeket okozott, hogy elindult a habfürdőnek a gyártása közben, és akkor az én tőlem vontak el embereket azért, hogy ott ezek nem, szóval nem volt elég ember ahhoz, a Pannonia nem volt annyira gazdag ember, szakemberben, hogy ezt így csinálják, de ez történt, ez zajlott. Mindegy, utólag én nem lehetek elégedetlen, szóval egy nagy disznóság és neveletlenség lenne azt mondani, és tudomásul kell venni, hogy egy olyan műfajban, mint a film, ahol nagyon-nagyon nehezen valósítható, meg az ember teljesen egyedül csinálja. De voltak példák, ugye tiszteletreméltó áldozatokkal járt Reisenbüchlernek, hogy ő majdnem egyedül csinálta a filmét egyes segítséggel. Ugye én azért próbálkoztam ilyenekkel a rövid filmeim esetében, de nagy filmnél ez nem megy, hát ez nyilvánvaló. Ott minden anyagi, egyéb vonzatok miatt meg kell alkudni. És igazából véve, nem is furcsa, hogy ezt itt bedobom, nekem a Trianon könyv az egyetlen olyan művem, amit én csináltam egyedül. Hát ilyen van. Úgyhogy az Évának igaza van, illetve a Sisyphus kapcsán is volt egy ilyen történetet, hogy azt anyukád mondta, hogy mit mondott. Anyukám azt mondta, hogy kisfiam, a büdös életben nem fogsz csinálni még egy ilyen jó filmet. És ez igaz.